Pár héttel ezelőtt nagyon szerettétek azt az epizódot, amikor eljöttünk Magyar Tomi műhelyébe, mert volt nála egy emerci, egy dízel emerci nagyon érdekes műszaki hibával. Úgyhogy akkor megbeszéltük, hogy ha bármilyen érdekes műszaki anomália föltűnik a műhelyében, akkor szól, és én eljövök megtekinteni. Na, most egy nagyon szép anomáliánk van. Egy 500-as benzines E-osztály, viszont Tomi, nagyon fáradtnak tűnsz, mi történt? Hú, most jöttem meg Németországból, úgyhogy 3 órát aludtam, 24 óra vezetés. 2000, hány száz kilométer? Mutatod a képet. Hú, 2000, átküldöm majd, és akkor bevágjuk, de 2300 vagy 400 kilométer. Ezt úgy, hogy hát nem tegnap, tegnap előtt este indultunk, semmi alvás, minden nélkül bejártuk Németországot, úgyhogy. De legalább megérte, nem? Jó. A végére, de az a baj, hogy ez a Németország se az a Németország, mint régen volt. Magamnak mentem autóért, jól körül jártuk a dolgot, lekértük internetről, lekértük a mindent, alvásszámot, minden extrát, mindent, és az volt a történet, hogy 160 ezer kilométeres, ez egy E-osztály, egy E350D, 213, és 160 ezer kilométeres Mercedes-es vezetett szervizkönyvvel. Tehát úgy gondoltam, hogy nem mehetsz lutrira. Ez nem nagyon tűnik lyukrafutásnak. Nem. És fölhívtuk az embert, és direkt kérés volt, hogy mondj el, légy szíves, minden hibát, hogyha oda megyünk, akkor ne az legyen, hogy úgyis látni fogom. Mondtam neki, hogy nem fogom azért megvenni, inkább kidobom azt a pénzt. Tehát elmondtam neki telefonban, hogy kidobom azt a pénzt, amiért kimentünk, de légy szíves, mondj el mindent, mert úgyis látni fogom. Azt mondta az ember, hogy az autó hibátlan, ez olyan, mint az új, hát ne vicceljünk, már alig van benne 160 ezer kilométer. Ami egyébként sok, mert soknak gondolom egy 6 éves autóba. Mindegy. Elindultunk, nyilván betettem amúgy tartalékba pár hirdetést, de ez volt a kiszemelt, mivel nagyon extrázott modelleket szeretem. Ez AMG pakettos, fehér színű, az nekem kikötés volt. Nyilván ez annyira leszűkíti a használt autólistát, illetve ebbe a 213-as Merciben még van a OM642-es régi V6-os motor. És az egy 2005-ös konstrukció, hát nem a sorhat már, de hogyha lépünk előre az időbe, én úgy gondoltam, hogy ezt választom, mivel ismerem, jól bevált motor a típushibáival együtt, az előző videóban ugye, amit kitárgyaltunk, a típushibáival együtt én együtt tudok vele élni, úgyhogy inkább ez, mint a... Nekem távol áll a hibrid hajtás, például ami Olivernek is van, ugye az hibrid, egy dízelmotorral. Úgyhogy ezt választottam, lényeg a lényeg, hogy el is indultunk, panorámatetős, AMG pakettos, softclose-os, 360 kamera, távolságkövető tempomat, tehát minden, a masszázsülés nem volt benne egyedül. Ez az egyetlen darab volt fönn a mobile.dn, ezzel a felszereltséggel és fehér színbe és kombiba. Úgyhogy el is indultunk, le is beszéltünk mindent, meg is egyeztünk árba is mindenbe, majd megérkeztünk, és a vásárlás körülbelül 5 perces volt. Tehát mikor odaérkezel egy autóra, és azt érzed, hogy nincs értelme alkudni. Elkezdtük nézni az autót, és mondom a problémákat, ez egy sérülésmentes autónak hirdették. Nyilván fontos ebben a kategóriában, pár éves autóról van szó. És hát oda mentünk, sárvédőn karcolások, tehát lehet, hogy eddig nem volt javítva az autó, de most volt rajta sérülés. A sárvédőn karcolások, tehát a bal első sárvédőt újra kellett volna fújni. Beültem a kocsiba, ami nagyon illúzió romboló volt, hogy a bal válla ki volt szakadva az ülésnek. Kiszakadva? Mint egy ilyen lelakott sprinternek? Vagy? Hát igen, és van itt kint egy 500 000 kilométeres műhelyautó, meg 202-es merci, nincs kiszakadva az ülésnek a bal oldala. Mit tudtak vele csinálni 160 000 kilométerre, hogy ez kiszakadt? Hát vagy nem 160 000 kilométerre. Igen, de akkor csinálták, hogy Mercedes-es vezetett szervizkönyv. És az előző szervizbejegyzés pár hónappal ezelőtt nagyon van. Jó nyomdákat ismerek. Igen. Igen, tehát hogy valami nem stimmel, mert lehetetlen, hogy ebbe 160 000 kilométer legyen. És hát úgy folytatódott a történet, hogy még erre azt gondoltam, ugye mikor már ott vagy, jók az extrák, érdekel az autó, jó a kiállása, attól függetlenül is. Jobb első felni még le volt ütve, és a fabetéten volt egy ilyen körömnyi lepattanás belül, ez megint illúzió romboló volt, mert ilyen autó ne legyen ilyen hiba. Majd ezeket gyorsan lecsekkoltam, fabetétet lehet venni, gondoltam a varrást azt megjavítatom, mert nem anyagába szakadt szét, csak a varrás elengedett. Így van. Gondoltam, hogy ezt megjavítatom úgy, hogy ezt meg lehet javítani úgy, hogy nem új bőr lesz, nem fog elütni, tehát teljesen 100%-os lesz. Mondom, még erre alkudunk egyet, majd beindítottuk az autót. Gyanús is volt, hogy ki akart állni a srác vele, és kb. Egy 2 percet várt, vagy egy 3-at, hogy úgy 30 másodpercet vársz, ez azért előre lehet gurulni. És elég sokat várt. És járt a kocsi, ugye ez alapjában
vagyis alapból megemeli az alapjáratot, ilyen 1005 körülre, ezek a 642-esek, meg is emelte szépen, szépen járt odáig, majd egyszer csak visszaengedte alapjáratra, ugye amikor ez bemelegszik, akkor visszaengedi ilyen 7-800-as fordulat alapjárat közepbe, így van. Így van, és amikor visszaengedte, pár másodperc után elkezdett öthengerezni a motor. Ó, ezt így hallottad, vagy dobott valami hibaüzenetet? Nem, hallottam, tehát ezt azért hallani. Csináltam róla a videót egyébként, azt is átküldöm majd és bevághatjuk. Nem annyira adja vissza a videó, annyit látni benne, hogy egy kicsit remeg a motor, de amikor ott vagy mellette fülre, ezt hallott, hogy egy henger nem jár. És akkor mondom, mi van? Hát 160 ezer kilométer, egy 642, azért vannak típus hibái, de azért ez a motor elmegy 3-400 ezer kilométert. Uh-huh. Tehát, hogy azért még ez Mercedes motor, ez még azért... Tehát a konstrukció jó, vannak gyerekbetegségei, na minden mondom, hogy lehet, és akkor ott állok, és a következő gondolataim támadtak, hogy most elkezdjek vele vitatkozni, hogy ezt az utat kifizeti, vagy pedig köszönéssel eljövök, és ennyi volt, mert nincs értelme rá alkudni. Bocs, tehát... nem akarok a sebedben turkálni, de az ár bármilyen szinten tükrözte az autó állapotát? Tehát, hogy nem volt olcsóbb, nem, drága volt. Tehát most... volt. És esetleg a sérülések ismeretében odaadta volna olcsóbban, vagy az öthengerező motor fényében odaadta volna olcsóbban? Arra gondoltam fejben, hogy nincs értelme alkudni. Miért? Most elindulok egy ilyen motorra, lábon hoztuk volna haza. Elindulok egy ilyen motorra haza, útközben ez valószínűleg injektorhiba lehetett. Tehát nem a motornak volt baj, amivel fordulaton járt, valószínűleg injektorhiba lehetett, vagy bármi, vagy elektromos hiba, vagy bármi. Most elindulok egy ilyennel haza, és útközben kiukasztja a dugattyút, vagy bármi, mert mondjuk húgyozik az egyik injektor, vagy többletbe fecskendezés van, vagy bármi baja van az injektornak, akkor már motorhibás az autó. 32.500 körül volt hirdetve az autó, sokat nem is alkottunk, 31.000 mondta, hogy a vége, tehát 31.000, ez nagyjából 12 millió forint. Igen. Szóval nem kis összegről van szó, és odamész egy ilyen autóhoz, és ha ilyen hiba van, nem azért veszel egy ilyen autót, hogy ezt utána elkezd javítgatni. Hiába szerviz vagyunk, meg tudom csinálni magamnak. De tulajdonképpen elvi kérdés. Elvi is, de anyagilag se. Tehát 20 ezertől indulnak ezek a 213-ak, szedán kombi nyilván változik, azokban nincs panorámatető, kevés extra, ugye ebből kétfajta kijelzős volt, van egy nagy kijelzős, teli kijelzős, meg van a régi kilométerórás, tehát ami analóg órás. Rendkívül bután néz ki. Így van, tehát azt egyébként azt beszéltük. Egy analóg óra, és nem néz ki nagyon. Zolival itt a barátom a szomszéd szervizbe, azt beszéltük, hogy lehet, hogy annak az órának egyébként drágább a legyártása, mint maga annak a kijelzőnek. Ez simán benne van. És hogy miért tették bele, mert hogy már kár volt beletenni. Erről van egy elméletem, amit majd kamerán kívül kifejtek, mert hogy a német az egy ilyen spúrnép, és azt mondja, hogy amiért ő nem fizet, azért, amit ő nem használ, azt nem hajlandó fizetni. Aha. Én meg vagyok róla győződve, hogy mondjuk még a 212-be már szívás volt nekik cikkszámon tartani a tekerős hátsó ablakot, de mivel az autót a német első ülésről vezeti, ezért nem érdekli, hogy hátul mi van, azért nem akar fizetni. Na, mindegy, tehát az a verzió, az borzasztó, tehát azért mondom, hogy 20-22 ezertől indulnak ezek, panorámatetős verziók, az nekem egy kikötés volt, és nagyon megdobja az árat. Nyilván mindenki szereti, mert az egész tető üveg, tehát ez egy nagyon jó dolog. Meg jót tesz a térérzetnek, rágyosabb az autó. Így van, a panorámatetős verziók ilyen 25-6 ezertől indulnak, és egészen, hát az ugye a határa csillagoség, tehát 50 ezerért is van fönn ilyen autó, nyilván 20 ezer kilométerrel, garanciával, tehát az már más kategória. Persze. Meg ugye fiatalabb évjárat. Itt általában azt vettem észre, hogy a mobilén a kilométer függő. Na most ez ilyen közepes árba volt, 160 ezer kilométer azért sok. Az egy pont egy első tulaj, már úgy van, hogy már semmit nem akar rajta szervizelni, de ezeket még bevállalja az ember, tehát így szervizesként én bevállalom. Szóval árába volt egyébként. És akkor most letettél arról a vágyadról, hogy ilyen autód lesz? Vagy... Nem, hát ki volt nézve, azért nem mentünk teljesen lukra. Azért mikor kimész Németországba ilyenkor egy ilyen jó körre, alvás nélkül nagyon nagy luxus lenne, hogy több autót nem néz és egyetlen egyre kimész, szóval azért jártam én már sokszor, nekem ez a saját véleményem, én nem veszek Magyarországon autót. Kevés, most mindenféle nagyképűség, tényleg nem akarok nagyképűnek tűnni, de kevés olyan szerviz van, mint én, hogy berakja a gyári tömítéseket, hogy mindent visszaépít gyárira, megcsinálni. Nyilván ez kell egy ügyfél is, mert akkor valósul meg, hogyha így van. Tehát, hogy ez drága, ez nem olcsó dolog, de én szeretem azt, hogyha ránéz egy motortér és gyári az utolsó csavarig. És ha egy kis patentról van szó, majd ennél az autónál például megbeszéljük, mert vannak itt olyan hülyeségek, ami tök értelmetlen, de visszatesszük gyárira. Ez az autó egy 500-as Merci, de ez már abból a korból származik, amikor az 500 feliratnak nem sok köze volt a lökett térfogathoz, mert ez csak 4700 köbcenti. Így van. Nem 5 liter. Ellenben
jármellé két turbófeltöltő, ami azért egy kicsit kárpótolja az embert. És a két turbófeltöltő mellé jár rengeteg szívás. Ez egy gyönyörű és nagyon-nagyon kívánatos autó, ez egy 212-es, tehát a kereklámpás utáni első komoly vérfrissítés a dizájnban, és annak is a ráncfelvarrott típusa, ugye onnan ismerhető fel, hogy itt már közös a lámpabúra, nem pedig kettős osztatú, mint az elején. Így van, ennek azért szebb az eleje, mint az elődjének. Ez az autó most, ha jól tudom, hengerfejes, innen indulunk. Így van, ez egy M278-as motor, ez a, ennek az elődje a 273-as motor volt. Ami a Merci első V6-osa volt talán? Nem. V6-osa és V8-osa. V8-osa, így van. Család. Hát 272-273 volt, ugye azt hiszem. Ebben nem vagyok biztos teljesen, mert kevés benzines csinálunk egyébként, meg ugye ez is egy ritka modell, tehát azért is hívtalak, hogy érdekes lehet, mivel ebből inkább az AMG-t veszik. Igen. Ugye, ami az 5,5 literes. Így van, így van. Szóval ez a ez E500-nak hívják egyébként, tök érdekes, mert alvásszámra lekérve forgalmiban mindenhol mást írnak. Mert forgalmiba azt hiszem E400-ként van, magyar forgalmiba az LPC-be, ugye a pártkatalógba E550-nek szerepel. Szóval gyakorlatilag szerintem maguk se tudják, hogy pontosan ez mi. Ezt véletlen tudom, piactól függően volt, ahol a belpiacra, hogy adták. Árulták. Amerikában például, ha jól tudom, ott 550 volt, mert az egy nagyobb szám, mint az 500, és Amerikában ezt fetisizálják erősen. Na de. Ha már felosztod Amerikát, egyébként van egy érdekes tulajdonság, amit most tegnap este olvastam, hogy volt valamilyen gázadó Amerikában. Gázgázlar tax. Az. Ez bizonyos fogyasztás és káros anyag kibocsátás fölött adják, és hogy... Ez volt az első motor, ami ebből kiesett. Igen, az tehát, első ez nem volt adóköteles. Igen. Mert ugye ez egy komoly előrelépés volt, mert a szívómotorral hasonlították, tehát a szívómotor elődjével hasonlítgatták, és hogy nagyon komoly volt a visszalépés fogyasztásban, ilyen 20-22%, az azért így van, így van. És nagyon nagyot nőtt a teljesítmény. Ez köszönhető volt egyébként a közvetlen befecskendezésnek, tehát azt állította a Mercedes mérnökei, azt mondták, hogy ennek köszönhető. Ugye, amit itt látunk a képen, ez egy piezzós benzines injektor, ami az elődjében nem volt, tehát abban sima injektorok voltak. És ha jól tudom, az még szívósú befecskendezéses volt, ugye? Így van, szerintem én úgy emlékszem, igen. Úgyhogy ez az érdekesség ennek a motornak, és akkor azt akartam visszavezetni, hogy igazából az M113-ból alakult ez, mert hogy az M113-ból lett a 273, és utána abból lett a 278, ugye ez. Annyit néztem ugye, hogy a M113 meg az M273 az 90 fokos V8 volt, erre nem írták viszont, de szerintem egyébként ez is az, csak nincs róla információ. Nem egy vasblokk, hanem egy alumínium. Így van, Nikaszil. Alumínium hengertőm, ami Nikaszillal felkeményített hengerfalakat használ. Igen, és hát itt kezdődnek szerintem a problémák, mert hogy egyébként ez is egy típushibába gazdag termék lett, sajnos. Egyébként nem pont ez a baja, mert hogy mi itt a hengerfejezés miatt szedtük szét, és a típushibája igazából hengerfal problémák szoktak lenni. Tehát letörik a hengerfal, bereped a hengerfal, és ennél a verziónál egyébként nincs repedés, nincsen ilyen probléma. Azt tudhatjuk, hogy mire vezethető ez vissza? A kenési elégtelenség, vagy esetleg a megmunkálással van probléma? Van erre valamiféle elmélet vagy ismeret? Nem, szerintem erre nincsen magyarázat egyébként. Ez egy open deck motor, vagyis hogy felülről nyitott vízteres, ha jól emlékszem, azt hívják így, és hát ezt szokták bicikliláncnak emlegetni, ezt a vezetőt. Ez már nem a régi Mercedes lánc, ezt látjuk. Egyébként ennél még rosszabb is van szerintem, de ez sem már az a tartós dolog, tehát látszik, hogy itt elmentek abba az irányba, hogy költsön az ember a szervizelésre. Értem. Nem feltétlen baj, mert ismerünk olyan motorokat, amik vékony lánccal futnak és tartósak. Nem tudom, erről van esetleg tapasztalat? Tudunk valamit ennek a vezérlésnek a strapabíróságáról? Mivel ez egy benzines verzió, általában erre nem annyira, nem kifejezetten nagy kilométer futásra veszik az emberek. Tehát ezt hobbi autónak veszik, így olyan sok tehát mi is ritkán csinálunk ilyet. Inkább ugye nyilván a dízeleket, mert mindegyikben már több százezer kilométer van. Nincs még ezzel tapasztalat. De egyébként nyilván ezeket azért már cserélgetni kell, szóval nem fog elmenni. Nem is tudom, mennyit mentek el a régiek, azért 2-300 ezer kilométert is elmentek egy dupla soros lánccal. Nyilván már elkezdett csörögni, meg egyéb hangja volt, de nem szakadt el. Ráértél cserélni nyugodtan. Helyezz egy kicsit képbe minket arról, hogy hogy megy a szerelés. Nyilván levetted a hajtásláncot, az első futóművet, bölcsőt, mi egyebet. Én nem annyira ismerem ezt a motort, megmondom őszintén. A hengersorok között van a turbó, vagy pedig kívül nem helyezték el a turbók? Ez itt képzeljétek el fölött a hengerfejet, nagyjából idáig, és ez itt be van szorítva. És itt elől meg a feltöltő. Szóval, hogy egy ilyen alakú kifogó csővel kellett elindulni, amiatt, mert ez nem fér el.
Úgyhogy ez volt az a pillanat nagyjából, amikor realizáltuk is. Meg nyilván ez egy összkerekes modell. Ezt nem akartam mondani, csak hogy, igazság, hogy igazán egyszerű legyen ez firmatik. Így nem tudom, hogy ebből volt a sima verzió. Amerikai piacon elképzelhető, ott szeretik ezeket a hátsókerekes, tiszta hátsókerekes megoldásokat, de nem tudom én sem. Igen, ráadásul vízhűtéses a turbó, tehát szerintem egy két olajzócső, ugye egy bemenő, egy visszafolyó, vízhűtés is jól bele van vezetve, és azt hiszem, hogy vízhűtőcsőből szerintem egy 3-4 darab megy egy turbóba. Ezek aktív motortartó bakok, tehát még ezzel is foglalkozni kell, vagy passzív bakok, nem megy beléjük se olaj. Ez passzív, szerintem. Uh-huh. Na, hát hál' Istennek ez legalább egyszerű volt. Egyébként még ha már itt vagyunk, látszik a lánchoz tudnám hasonlítani a hengerfejtömítés minőségét is, mert hogy én szerintem ez elég gyenge egyébként. Fémből van, de az elődjeibe sokkal nagyobb roppanógyűrűk voltak a hengerek mellett is, szóval nem egy... Csökkent a minőség, én azt gondolom, mindenféle bántás nélkül. Sajnos. Hogy jelentkezett a probléma? Mit mondott a tulajdonos, mit érzékelt? Igazából nyomás volt a vízrendszerbe, és a kupaknál elkezdte kinyomni. És akkor próbáltuk, mindenfélét megpróbáltuk. Ennek egyébként vizes a coolere is, amit ott láthatunk. Nyilván ezeket körbejártuk, ezeket a témákat, a vízcooler rendszere teljesen külön van, tehát külön tartályon van. Tehát nem lehetett olyan, hogy átszakadt a cooler, és akkor beledolgozott a vízkörbe, mivel külön vízkörön van a kettő. Úgyhogy ezt a dolgot kizártuk, lett rá téve egy másik kiegyenlítő tartálykupak, és ezután meg az történt, hogy szétnyomta a tartályt. Tehát a kupak nem engedett, lehet a kupak már azért gyengült el, mert hogy mindig nyomogatta, tehát hogy mindig lett benne nyomás. És szétnyomta a tartályt, és akkor itt jött el a pillanat, hogy akkor valószínűleg nincs más opció, itt csak a hengerfejnél lehet a baj. Egyébként nincsen rajta semmilyen olyan hiba, ami indokolná ezt, tehát le lett nyomást próbázva a két hengerfej, meg lett rajta nézve minden, a blokkon nincsen hiba, legalábbis szemmel látható repedés nincsen, úgyhogy gyakorlatilag valószínűleg itt a tömítésnél ment el. A felső részén egyébként a hengerfej az illeszkedett, talán látszott is egy kicsit, tehát annyi volt, hogy szemre reméljük, hogy az volt a probléma. Úgyhogy meg kell hengerfejezni. Szerintem mielőtt tovább megyünk, mert itt most jönnek majd a gyári alkatrészek, meg azoknak az árai, szerintem mielőtt tovább megyünk, fontos tisztázni, hogy ennek a tulajdonosnak ez az autó egy szerelem autó. Így van, ő külön választotta ezt az autót, tehát nála szempont volt, hogy ne AMG legyen, mert hogy AMG-ből minden sarkon találsz egyet. Uh-huh. Nagyjából, tehát az sűrű darab. Ő külön kereste, ennek a belseje is olyan egyedi színű, hasonló fanatikus lehet, mint én. Én is összeállítottam a fejembe egy extra listát, hogy mire vágyok. Uh-huh. Ez is panorámatetős, tehát ez is jól extrázott darab. Összeállított ő is egy extra listát, és nyilván mikor használatba keresel, mindenkinek gondolom az anyagi körülménye azért behatárolják ezt. Tehát amikor használatba keres, akkor nem beixelgeted a listát, hogy ilyen színű legyen, hanem sajnos keresgélni kell. És neki kifejezetten az, hogy egyedi legyen. A motor is egyedi ezáltal, tehát hogy kevés rohangál belőle, és hogy az egész autó, hogy vele nem fog többet szembe jönni egy ilyen. Érthető, egy hobbi autónál ez érthető szempont. Meddig tartott az, amíg eljutottál ebbe az állapotba, hogy leengedtétek a motort, hogy levettétek a hengerfejeket és elküldtétek gépműhelybe? Tehát ez eddig hány órát vitt el tőled, vagy hány napot? Hát ezt most fejből nem tudom megmondani, egyébként nem volt vészes szerintem. Szerintem egy ilyen napos munka idáig eljutni. Tehát a nehez az most fog jönni egyébként, mert összerakni mindig nehezebb, szétszedni azért lehet darálni közben, tehát lehet haladni vele. Szerintem egy napos munkába belefért egyébként, talán átnyúlt egy kicsit a másik napba. Ugye ezt levettük turbóval együtt a hengerfejet, és aztán asztalon leszettük. Tehát a hengerfej már nem volt szerintem aznap. Egy pár Garrett turbó feltöltő van rajta. Ezek nulla. Egyébként Honeywell-t írnak mindenhol, de igen, Garrett van rajta. Garrett van rajta, én is Honeywell-t olvastam. Mindenhol azt írják, hogy Honeywell van rajta. Nincs jelentősége, 0,9 bárral tölt, tehát nem egy túlfeszített motor. Egy sima vákumos szabályzása van, amire egy vákumcső megy, nyilván annak van egy elektromos szerepe, de gyakorlatilag ugye ezeknél az új autóknál már elektromos vezérlője van, és mindig probléma is van vele, úgyhogy ez egy egyszerű turbófeltöltő. Itt most a turbókkal amúgy nem volt probléma. Nem. Ezek mehetnek vissza. Nem, teljesítmény minden rendben volt egyébként az autónál. Haladjunk tovább erre. Csökkenteni akarják mindenáron a turbójukat, ezért nem egy levegő-levegő coolert raknak be, hanem egy vizes coolert. Vagyis, hogy van egy vizes hőcserélő, és szép kompakt módon összerakták. Tehát itt van a pillangószelep. Megérkezik a levegő ebbe az alien fejszerű elembe, és innen szalad be a hengerekbe, de előtte meghűtik itt a vizes coolerbe. Így van. Ezt átvizsgáltátok? Ez is rendben van? Igazából nem. Tehát a vizes coolernek a
a rendszerével nem volt probléma, tehát innentől kezdve gyakorlatilag még nem raktuk össze, tehát lehet, hogy kiveszem és elviszem egy nyomáspróbára, mert annyit megér, de nem tudsz vele más csinálni, csak elviszed egy ilyen hűtőre specializálódott szakműhelybe, ott lenyomáspróbázzák és gyakorlatilag ennyi. Értem. Egyébként típushibája, azt írják mindenhol, hogyha szeretnéd a teljesítményt növelni, tehát egy chip tuning vagy bármi, ez az első dolog, ami enged ennél. Ezt viszonylag gyakran látom más típusoknál is, hogy a vizes coolernek a kapacitását növelni kell, vagy ki kell cserélni levegő-levegő coolerre. Itt vannak a vezérműtengelyek, az elején az okos kerék, ahogy beépült a köznyelvbe, mert hogy ez egy... Hát változó szerepvezérléses motor, de az elődje is ez volt, tehát ez már nem újdonság ennél. Ezt esetleg átnéztétek? Kopás van a tengelyeken? Vagy ennél még nincs, egyébként kevés kilométeres modellről van szó, mert 100 000 kilométer körül jár. Tehát nem egy nagy futás teljesítményű. Tudom, hogy nem fő profilod, de alapvetően én sem értek hozzá nagyjából semennyire. Ezeknél a piezós befecskendezőknél, benzines motoroknál van-e esetleg vizsgálat, van-e bármiféle diagnosztika, amivel meg tudod ítélni azt, hogy rendben vannak-e? Természetesen ugyanúgy kevesen foglalkoznak egyébként már ezzel a piezóssal, ezt ugyanúgy ki tudod szedni és el tudod vinni bevizsgáltatni. Tehát van hozzá egy tesztpad, beteszik, letesztelik és ennyi. Értem. És elérkeztünk a lényeghez. A hengerfejek. Így van. Szépen ez most jött a gépműhelyből. Itt az acskóban láthatjuk egyébként a dolgait, amik ki lettek cserélve. Nyilván ilyenkor szét kell szedni ugye a hengerfejet, elvittük nyomáspróbára, majd utána síkolás és összerakás, ez nyilván a gépműhely végzi. Szelepszár, szimmeringek és szelepvezetők is lettek ebbe az esetbe cserélve, úgyhogy gyakorlatilag egy komplet felújítást kapott a hengerfej. Ez normál eljárásmódja, hogyha már leveszel egy hengerfejet, akkor enélkül nem szabad visszarakni. Tehát. Érthető és tiszta. Amikor ugye eddig a megmaradt és használható gyári alkatrészekről beszéltünk, ez már viszont akkor egy olyan dolog, amire költeni kellett. Amikor elviszed a hengerfejet a gépműhelybe, akkor csak azért, mert Mercedes és mert egy relatíve nagy teljesítményű különleges modellhez tartozik, ez a síkolás ez egy drágább mutatvány, vagy csak egész egyszerűen dupla árat számolnak, mert kettőt hozol belőle? Egész egyszerűen dupla ár, mert kettő egyébként. Maga a síkolás egy ilyen 15-25 ezer forint közötti művelet. Nem a síkolás része a drága, hanem az, hogy utána szétszedi a gépműhely és összerakja, kicseri benne a dolgokat, becsiszolja a szelepeket, tehát a többi munka, ami drága nagyjából. Egyébként nem titok, ilyen 110-120 ezer forint körül van egy hengerfejnek, egy darab hengerfejnek egy ilyen felújítása. Egy darab hengerfejnek? Így van. De így nekünk van. Kettő van. Nyilván függ attól, hogy hány hengeres. Ha ugye 6 hengeres, mondjuk sor 6 benzin, akkor egy darab hengerfej van, de értelemszerűen több az anyag is, több a munka is, mert nyilván nagyobb, hosszabb a hengerfej 2 hengerrel. Szuper. És én ott még látom a magas nyomású üzemanyagpumpát, ami szintén lekerült. Ezzel kell foglalkoznod, lesz felújítás, vagy csak tömítéscserékkel le tudod? Tömítéscsere, így van, ezzel nem. Mivel se teljesítménybeli problémája nem volt, semmi hibakód nem volt az autóba, úgyhogy szerintem kár ebbe nem menni. Így is egyébként, ha megnézed, szerencsére igényes gazdája van az autónak, és nyilván akkor mindig azt mondom, hogy kell a tulajdonos is, mert elmondom neki, hogy ugye gyári alkatrészeket vennék, és amint látod, itt mindent gyáriból szeretett volna. Akkor kérlek, kezd sorolni, hogy itt mik ezek, miért cseréljük őket, és melyik mennyibe kerül? Például a hengerfejtömítés az 48.300 forint. Ez nem is extra, igazából amiket mondtam az előbb, hogy ilyen felesleges gyári dolgokat vissza szoktam tenni, ez például a csavarnak egy ilyen elfordulás gátlója. A hengerfejcsavaroknak? Ez a kipfogónak, a leömlőnek a csavarjain van fönt. Uh-huh. Tehát fölteszed a leömlőt és visszaütöd a csavarokra. És ugye összefogja a lemez, és egymáshoz képes fogja, nem tud elfordulni az anya. És igazából szerintem nem sok helyen teszik ezt vissza egyébként, de én úgy gondolom, hogy ez amúgy nem volt drága, mert szerintem 1000-pár száz forint volt a kisebbik, mert van egy 3 lyukas, meg van ez a 4 lyukas, és ez meg 2000-pár száz forint, de szerintem... Felteszem, okkal találták azt oda ki. Igen, én úgy voltam vele, hogy ha már van, akkor tegyük vissza ezt is, mert nem sokat láttam tényleg ilyet visszatéve, de ezen az autón van, ami egyébként érdekessége, és kicsit megbotránkoztam rajta én is, hogy nagyon sok ógyűrű van ennél a motornál. Az előző videóból tudjuk az ógyűrűk fontosságát. Így van, hát igen, és ez is mindegyik gyári ógyűrű, de van a turbónál például, ez egy kicsit extrább ógyűrű, mert ugye látjuk, hogy jó vastag.
És nem biztos vagyok benne, hogy ez az, de én úgy gondolom, hogy ez, mert 4 darab volt belőle, itt már 3-at látok, ebbe igen, ez nem az. Mindegy, az lényeg, hogy 4 darab volt belőle, és ez az ógyűrűnek darabja 11.800 forint. Tehát ha van belőle 4 darab, szerintem amúgy embertelen ár egy darab gumiért. Ezek a lemezek itt még, mert nem tömítésnek tűnnek, de nyilván... Ez a kipfogósor tömítés. Jó, hogy ez kipfogósor tömítés. Így van. Ára? Ezt most nem tudom fejből, egyébként nem volt olyan nagyon drága. 10-20 ezer forint között szerintem. Akkor, ha most jól értem, félúton vagy, mert ugyan levenni volt gyorsabb, vagy levenni volt kevesebb idő, és megtörtént már a gépműhely, megérkeztek az új tömítések, alkatrészek, és innentől az összeszerelés és a visszaépítés van hátra. Hány munkanapod megy bele ebbe az autóba? Szerintem azért ez el leszünk amúgy, szerintem egy összerakásra egy kettő, hogy tehát hogy teljesen 100%-ig kész legyen mindennel, szerintem egy kettő kötője 3 nap elmegy a visszaszerelésre. Lehet egyébként, hogy kevesebb, ezt nyilván utána fogom tudni megmondani, mert azért itt van elég pepecs munka is, le kell takarítani mindent, ugye, ami a régi maradt, tehát ami nem volt gépűve, a blokkot, a régi tömítéseket. Ugye minden a vízpumpának is új tömítéset, a vízpumpát egyébként nem cseréltük, az is egy érdekes összeg. Ennek az autónak a vízpumpája gyári 239.000 forint. Hoppá! Ez is megint horror. Tudsz nagyjából satszolni, hogy mennyibe fog kerülni ez a művelet, mire az autóban elfordulhat a kulcs és kiállhat a kapun? Szerintem 1,5 millió forint körülnékén lesz. Az előző videónál azt mondtad, hogy azt a motort abban a formában, hogyha ismert az előélete és jól karbantartott, akkor ajánlod. Tehát, hogy azzal meg szabad vásárolni azt a típust. Ezzel a hajtáslánccal, ezzel a motorral te javasolnád ennek a vásárlását? Nézd, hogyha valaki szeretné, én azt mondom, hogy nyilván biztos ez is jó, csak sokkal jobb odafigyelés kell. Tehát sokkal jobban fontos az, hogy 9-10 ezernél betartsuk az olajcserét, betartsunk minden előírást, mindenre figyeljünk, és egyébként ez is jó lehet, és nagyon fontos az, hogy használja a felhasználó. Mert hogy itt mivel a hengerfallal van probléma, szerintem a legtöbb esetben a legfontosabb, hogy jól bemelegítsük az autót, tehát sok ideig melegítsük, és ez nem abból áll, hogy egy helyben beindítod, és 80 fokos a víz és padló, hanem egy fokozatos, ha szeretném neki nyomni, akkor egy fokozatosan, hogy mondjam ezt neked? Finoman megterhelve. Így van, elkezdem finoman megterhelni, majd utána lehet neki nyomni, mert nyilván azért vesz valaki egy V8 biturbot, hogy nyomja neki. Tehát nem azért amennyire veszi. Tudom, már a 204-esben is volt ilyen úgynevezett AMG műszer, amit be tudták kattogtatni ott a középső kijelzőre, ami például olajhőmérsékletet kiírt. Így van. És hogy meg lennék lepődve, hogyha ebben az autóban nem lenne ilyen. Tehát erre például határozottan érdemes figyelni, mert hogy a vízhőfokmérő mit mutat, az egy dolog. Nekem most a Mazdába bekerült egy olajhőmérő, és súlyos 10 percekkel később éri el az olaj az üzemhőmérő. Így van, csak eddig nem voltál vele tisztában. Így van. És azért mondom, hogy azért nagyon fontos a fokozatosság, és hogyha ezt betartja az ember, ez egy ékszer, vigyázni kell rá, én így mondom inkább. Tehát akkor nincs nagy okosság, vannak motorok, amikre jobban oda kell figyelni, vannak így motorok, van, amikre kevésbé oda kell figyelni, ez most épp egy olyan, amire jobban oda kell figyelni. Így van. Tomi, tényleg nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán megbeszéltük Tomival, hogyha megint befut hozzá valami érdekes autó, érdekes problémával, akkor azt megint feldolgozzuk.